Na, sziasztok! Kész lett a Lucky Coinunk. Mindjárt kiderül, hogy ezt hogy. Aha. Ez a helper, ez pedig stat boost. Aha, aha. Tehát az a lényeg, hogy így most 10%-kal több pénzt szerzünk. He? Hát jó, Xatriumot fogunk. Bocsánat, angol kiejtés, szerintem elfelejtett, Xatrium. Zíve kell az X-at. Tudom. Na, nézzük. Smooth damage, bla bla bla, bla bla bla. Ez nem érdekel. 8 óra helyett 9 óra. Úristen, mi lesz most? Ez jöhet. Ez mindig jöhet, mert tud segíteni sokat. Tehát ha total damage-et tudjuk növelni, azzal mindig jobban járunk, mint hogyha... Dick. Há, hogy nézel ki? Rozi. Azért ezt így el tudjátok képzelni a valóságban? Hogy van egy lovag, ezzel a hosszú pálcikával a kezében, és így csapkodja a földet. Jaj. Nem akarom 28-ig, mondjuk 10-ig. Így. És a max, még meg tudom venni, kárt is. Jó sokat haladunk így. Amúgy egy csomó pénzt kaptam a 4 millió körül. Azt hiszem azért, mert szép vagyok és okos. Na jó, nem. Azért kaptam 4 milliót, mert eltelt a 8 óra. Aum. Még nem értük el a bestet. Ó. Oh. De mit tudsz? Hátrafelé tudsz. Az nekem nem jó, hogy a hátrafelé bigyókázol. Így. Várjál, ő a coinos. Akkor őt fogjuk tolni. Kaptunk ládát! Crafting material. Jó. Mit tudunk és miből? Nagyon sok minden kell itt mindenhez. Aja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 j
Hát, jó, legyen így. És innen? Elzavartam a kukacomat. Ez lehetne amúgy egy kicsit nagyobb már, hogyha egy ilyen teljes képernyős valami van. Lock. Jó. Digit toljuk fel 60-ra. Igen, lenszer van felrakva. És ez is. Szóval... Ezzel most sokat nem értem, játék. Csak szólok. Na, ez mit tud? 30 másodpercig megnöveli. Nem érdekel. Jó, nézzük. Itt. Nem itt rontottam el. Ez se rossz. De legyen ez.
Na igen, most itt van a kérdés. Hogy arra menjünk, hogy addig, amíg Diggi ébren van, több coint kapunk, vagy arra megyünk, hogy amíg Diggi alszik, addig a damage-ünk nő. Na most ezeknek a játékoknak a fő lényege egy idő után az az, hogy úgymond a fő karaktereddel nem nagyon fogsz csinálni semmit, tehát max besegítesz, hogy jó, most 2 millióval lehúzom, mert ez a szint egy kicsit lassabb. De tehát őt nagyon használni nem szoktuk már ilyenkor. Én legalábbis nem. Az elment. Szóval... Ja, itt járunk. Én sokkal erősebbnek tartom azt, hogyha a helper damage-et növelem. Mert akkor az adott szinteken ők gyorsabban rágják át magukat, mivel hogy ő most éppen pihen. Jó, 5%, de már most amúgy elég jó damage-ünk van, tehát hogy már most az az 5% is elég sokat számít. Érdekes. Érdekes gondolat. Ja, hogy itt vannak a szintek, hogy mit csinál. Őt muszáj lenne valahová betenni. És szerintem az a baj, hogy mind a kettő jó, de ezzel ezt fogjuk növelni, ezzel meg ezt fogjuk növelni. Most nézem ezt az egészet. Tehát a csirke az keresztbe egy egész sort, tehát bárhová rakom, mindig az egész sort fogja erősíteni. Kösz. A kalapácsfej kettőt ad egy kereszt irányba, a saját karakterünk egyet ad, ő a leghaszontalanabb az egészben. Bár mondjuk ő bármelyik irányba, tehát egy kereszt irányba bárhol. A mókus az 3-at ad egy 3-as csíkban. A hal, ami rá van rakva, a csirke is fosszíliákat ad. És a saját karakterünk is coint ad. Aha, aha. Jó, hát most amúgy szerintem most, ahogy vagyunk, ez így jó. Majd hát, ha jelez a játék, hogy van valami, amit le tudunk rakni. Igen, ilyenkor szokott már az lenni, hogy eljutott egy olyan szintre megint, hogy magától már elég lassan halad. Szóval lassan csinálunk megint egy bummot. Csak megvárjuk, hogy legyen 50 gyémántunk. Még tudok 10-et szerezni 8 óránként. Ja, ez teljesen mobil játékra van. Ez nem számítógépes játékstílus, az a baj. Tehát ez az időre megy minden, és időhöz van kötve, ez tipikus mobil megoldás. Egyrészt azért, hogy hátráltasson, mert 8 óra alatt nem tudsz többet szerezni, mint amennyi amennyi úgymond meg van határozott, tehát most szereztem 2-t, ami azt jelenti, hogy már csak 9-szer tudok gyémántot kiszedni ebből a kis muksóból, és még 11 perc ott van, 11 perc telt el a játékból. Még 11 perc se, tehát 10 percet éppen átléptük, és már több, mint a felénél vagyok az egésznek. Tehát, hogy én ezt utána onnantól kezdve, és most már így jártam is, mert csodálkoztam is rajta, hogy már nem kaptam egy idő után új gyémántot. Yeah. Na. Nem figyeltem oda erre, hogyha ráviszem az egeretét, kiírja. De az a lényeg, tehát, hogy amint elérted a 8 órát, vagy a 8 órát, a 20 ezt a kis genyót, mi ez, giliszta,
20 gilisztát lecsapkodtad, onnantól kezdve már nem fog csak pénzt adni. És ez, ahogy elnézem, és 6 per kb. Egy 20 perc alatt megvagy a 20-szal, ha rendszeresen kattingatod, akkor meg még gyorsabban, és onnantól kezdve, tehát most is adott egyet, akkor már csak 80 hátra, ezért mondom. És az a lényeg, hogy tehát az a lényeg, hogy onnantól kezdve gyémánt szerzési lehetőséged úgymond ebben nincs. De ez tipikus mobil játékos, mert ott bejössz, játszol vele egy, mit tudom én, fél órát, megvan minden, és utána nem lépsz be. Nem jössz vissza este. Mert ez, legyünk őszinték, nem az a játék, amit minden nap játszol rendszeresen. Mint ahogy én sem veszem fel minden egyes nap a játékot, hanem mondjuk, mit tudom én, veszek fel, most is 47 óra telt el? Tehát majdnem 2 nap az előző felvétel óta. És ez tehát ha úgy lenne kitalálva az egész játék, nem vagyok játékfejlesztő, nem tudom, hogy ez mennyire nehezítené meg a játékot, vagy könnyítené meg a játékot, de ha valami arra ösztönözne, hogy itt maradjak, akkor többet játszanék a játékkal. De a mobilokban ez pont azért van, a mobil játékokban ez az egész időhúzás, ez az időre megy minden, hogy ne haladj gyorsan. Ott ő arra vár, hogy visszagyere rendszeresen játsz a játékkal, rendszeresen nézd a reklámokat, stb. Itt pont az ellenkezőjét éri el, mert miért játszok egész nap, ha 20 perc után elfogyott a gyémánt szerzési lehetőségem, max a taskokat tudom csinálni. Jó, kell még 2 skillt használnom. Azt sem tudom, mi a franc az a geode. Jó, oké. És akkor 10-szer el kell altatnom a fő karakteremet. Jó. Akkor ez ennyi. Így elkattingatunk itt a játékkal. Köszönjük. Akkor már, ha kattingat, akkor kapjunk több pénzt is, és a klikkekért kapjunk egy kis több sebzést is. Még egy kicsit mi is kattingassunk. Egy taskot végrehajtottunk, begyűjtjük. Trigger a Big Bang, ez mindjárt meg lesz, bár az a baj, hogy még kell 12 ilyen bigyóka. Most már csak 10. Pont annyi lesz. Ezt akár, hogy számolom. Tehát még ha ebből szerzünk csak 5-öt, 5x2, az pont 10. Jó, oké. Ez gyorsan kiszámoltam fejben. Mi? Istenem, néha fáj. Bocsánat. Próbálok nem túl hülye lenni, de... Igen, és akkor ilyenkor szokott az lenni mobiljátékban, hogy ha ide kattintasz, lejárt, de ha megnézel 3 videót egymás után, akkor még tudod növelni duplájára, vagy valami hasonló. Mindegy, aludj egyet. Ezek itt most szépen el lesznek. Tehát én egy számítógépes játéknál pont ellenkezőleg várom el a játéktól. Engem az vonz a játékban, ha visszahív a játék. Tehát azt minél tovább bent tart a játék, és ha ott is hagyom, elmegyek aludni valami miatt, be kell zárni a játékot, dolgozok, stb. Vissza akarjak menni a játékba. Tehát várjam azt, hogy játszhassak vele. Erre nem állítanék be egy ébresztőt, hogy 8 óránként visszajöjjek be gyűjteni a pénzt, vagy 8 óránként játszak 20 percet. Nem tudom, hogy jól mondom el, vagy jól magyarázom el azt, amit ebből az egész rendszerből ki akarok hozni. Tehát ez a mobiljátéknak tök jó. Mobilt mire használod? Ülsz a WC-n, 2-szer kattintasz,
azt a 10-20 percet, fél órát, másfél órát, két órát, öt órát, amennyit elülögelsz a WC-n néha-néha, azt el tudod vele szórakozni. Erre jó. Erre jó. Mert mondjuk jó az emésztésed, és rendszeresen a WC-n ülés. Ezért fogod, és 8 óránként elmész vécézni. Tök jó, kijön, ha belegondolsz. Benne van a dalban is, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Reggel fölkelsz, elmész a WC-re, megnyomkodod a telefonodat, begyűjtöd az érték, a cuccaidat, kicsit elmélkedsz, menet közben felkészülsz a napra, nyomkodod a telefonodat. Megvan. Elmész dolgozni. Jó, már itt bukik az egész rendszer, de tök mindegy. Elmész dolgozni, tegyük föl azonnal, ahogy befejezted a telefonnyomkodást, onnantól 8 óra. Amikor végeztél, mit tudom én, leülsz, reggel 8-kor kezdesz, délután 4, akkor ez uzsonnázni. Leülsz uzsonnázni egyet, menet közben nem tudsz mit csinálni, nyomkodod a telefonod, megint begyűjted a dolgaidat, és éjfélkor, mielőtt még elalszol, még megint megnyomkodod. Tökéletesen jó, de nem így fogsz leülni játszani. A gép elé. Gondolj bele, a WoW ilyen lenne, hogy mit tudom én, 8 óránként tudsz szerezni 1000 XP-t. Hányan játszanának? Na. Csak ennyi. Erre? Aludjál még egyszer. Már legalább gyűjtsük be azt is. És ennyi. 20 perc nem volt. 20 perc alatt megszereztem az összes gyémántot, amit meg lehetett, úgymond ebből a gilisztás genyóból, és kész. És innentől kezdve várok. 8 órát. Nem számítógépre való játék. Nem fogom azt mondani, hogy jó a rendszer, hanem jó a rendszer. Jó. Akkor mehetünk is Big Bang-ezni. Majdnem duplázni fogjuk az értékeinket. Az tökéletes. Hogy ne csinálnánk? Jaja, ezt már láttuk 1000-szer, mehetünk tovább. Yes! Puff! Puff! Azzal nem is foglalkozunk. Ezzel puff, puff. Még egy. Egy, mehet. Kicsit gyorsabb így. Higher benefactor. Nem akarok, de jó, erre kíváncsi voltam, hogy Big Bang után ez változik-e. Click damage-ra nem megyünk. Az nem érdekel. Jöhet a malacka. Most a hármat elszórakozzuk, azzal nincsen gond. Ezzel most megint kész van egy taskunk. Összegyűjtünk így. Craft an item. 10 fosszilt el kell költenünk. Na most benefactor. Aha, aha. Az nem érdekel. Legyen egy kis aranyos nyuszi. Így. És nézzük, mi van még. Zőrült mókus. Mm.
League damage annyira nem érdekel. Jó, akkor menjünk rá a coinokra. Így. Ezzel most kaptunk így. Vegyünk 50 helper levelt, és 25 digi levelt. Én benne vagyok. Engem ne tartson ez vissza. Jaj, elment a YouTube Premium-ára. Így. Így. Mennyi kell? 50. Jó. Tessék. He? Ja, hogy egybe? Várja. Azt nem mondtad, ez általában összeadódik. Majd minye? Várja. Uff. Ah, még egy kell. Ez nem számított levelnek? Akkor így. Hát meg a anyukádat azt. Ezt még mindig nem értem. Planet Shop, Spend Them, Open, Geodes. Nincsen Geode. Nem. Hát akkor mindegy, nem érdekel, megmondom őszintén. Na most őt hagyjuk itt. Ő... Így, de rossz helyen vannak. Hogy nem lehet lerakni, úgyhogy jó legyen. Hát innentől kezdve ezzel nem érek semmit, mert ez már csak így... Gilbert, jó, mehetünk tovább, de... Na várját, csináljuk akkor úgy, hogy egyet erősítsünk. Ki innen rajtam kívül a pénzes, a halacska. Jó, a hal is jön ide. Ja, kaptunk egy táskát. Az ez. Ja, akkor ez nem mókus, hanem róka. Ja, de teljesen mindegy. Állat. Jó, kihozhatjuk a kapit. Na most ő csak hátrafelé működik. Ő meg működik előre is. Akkor ő jön ide. Egy idő után a damage az... Csak annyiból számít, hogy gyorsabban haladjunk. De sokkal többet számít az, hogy pénzed legyen, mivel hogyha pénzed van, akkor több szintet tudsz venni ide. Vagy ide. Már akkor fejezzük be ezt is. Hát azt a... Ja. Mi vagyok hülye, vagy tényleg nem magyarázta a játék, hogy honnan a francból szerzek geodokat? Azt látom, hogy honnan. Valószínű, vagy ez lesz az, ami ízi, vagy ez. Valahol jelölnie kellene, vagy ez. De ez or, ez nem az. Mindegy. Jó. Öt kell majd megvárnunk. Az a baj, hogy ezek a 200-ak, amiket ad, még annyit se ad. Többet keresek azzal, hogyha ütögetem ezt a bigyókát. Tehát egy-egy szint többet ad, mint amennyit a kukac. Tehát, hogy még most már lassan meg se éri a kukacokat bontogatni. Három benefactor level. Az a baj, hogy nem akarok. Ez jó.
time warpunk nincs is, tehát, hogy gondolom az eredeti játékban van, de itt nincs. Jó, ez is legyen. Ah, hát ez így jobban néz ki, mintha a fejével ütögetné állandóan. Jó, akkor nem sokára jön Carl. Carlt. Igen, és mivel itt úgy látom, hogy ez a vége, tehát, hogy alapból nem is kapunk többet. Valószínű a prolog miatt. Erre vagyok még kíváncsi, hogy itt... Lassulunk! Lassulunk! Mi lesz most? Ja, veszünk 91 szintet. Ide a 20-ig. Gyere csak. Már ha jössz. Tudom, mondtam, hogy nem éri meg, de na. Inferni a shopban, úgy látom, hogy amúgy... Hát ez pont nem érdekel. Ez nem érdekel. Ó, ó! Oh. Na, itt a geode, tessék. Mondtam, hogy nem kaptam belőle kulcsot. Még mindig nem tudok semmit legyártani? De, ezt a hármat. Sí, jó, tudok bárányt gyártani, hé. Ez jó. Ez is jó. Ez annyira nem érdekel. Itt most a kettő közül teljesen mindegy, hogy melyiket csinálom meg. Mert ha ezt csinálom meg, így is úgy is altatom digit, tehát tök mindegy. És itt is ugyanúgy a 10% damage-et kapom meg, mindegy, menjen az első. Háromszor. Ugyanennyit adtál egyért? Jó, megvárjuk, még ebből lesz 100. Utána veszünk akkor egy time warpot. Ez nem. Arra nem megyünk rá. A nap time-ra megyünk inkább, ha már megyünk valamire. Mennyivel kevesebbet keresünk a gilisztából már. Na jó, hogy állunk 500 ezerkel? Azért az, hogy 3,2-szer a position bónusz miatt, az úgy mennyire durva már. Ez így elvileg 130%, ez meg 90%. Az 220, meg 100%, az 320. Úgy van. Szóval nekem ezzel az egésszel csak annyi a bajom, hogy tök jó, ez így mobiljátékként tök jól elmenne. Ha csinálnék ilyet, azt én mindenféleképpen úgy csinálnám meg, hogy itt akarjalak tartani. És ne üldözzelek el azzal, hogy játszottál 31 percet. És annyi.
Az annyira nem jön be. Na mindegy. Szóval, fél óra múlva van egy... Ó, néma. Na hát, ez már, ha ilyet adna minden alkalommal, az úgy tetszene. Mert így most mindjárt meg tudjuk venni a kart. Akit berakunk ide. Három legyen itt, meg három legyen ott. Ne ütő, a csirkét akar... Ja, hogy így kell megfogni a csirkét. Igazad van? Adira. Oda! Oda raktam. Így. Szóval, hát azért megpróbáljuk, csak megpróbáljuk megnézni, hogy mi van a közepibe, és hogy egyáltalán a prológ az ennyi lesz-e, hogy így azt kész. Úgyhogy mindenféleképpen még azért egy pár rész jön ki belőle. Hát, ha elérném a világ közepét, vagy a bolygó közepét. Hát, várjál, hogy van? 1, 2... Nem se tudja, hogy mi alapján számolunk. 1, 2, 3... Nem tudom, hogy van itt a negyedik, mikor csak három rész van. A felszín az 1, ez a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van, tehát nagyjából a felénél járunk az egésznek. Annyi, hogy mindenféleképpen ezt az Infernia shopot is nyomni kell. Ez a könnyebb, se úgymond a könnyebb része. A fosszilokkal bajok lesznek, ahogy már most látom. Azért elég kevés obszidián szintünk van, tehát hogy rá kell mennünk arra is, hogy vagy fosszilokból jöjjön több, vagy több obszidián réteges cucc, az nincs mi. Nem, mert ezek csak a izé. Ez nem sikerült. Igen. Coffee time lett belőle. Jelezte ez egyáltalán az, hogy fél órával több? Én 8-ra emlékszem csak. De így, menjünk erre. Let's do it! És akkor még 5-öt össze kell szedni, azt meg majd taszkokból valahogy. Legrosszabb esetben amúgy nem duplázzuk meg. Tök mindegy amúgy. Igen, meg lehetne amúgy még növelni 1,03 helyet, hogy legyen legalább mit tudom én, 1,5-2, mert akkor több fosszíliát. Arra is rá fogunk amúgy menni. Mert ha több fosszíliát kapunk, akkor a Big Bang-eknél több damage szorzót kapunk, és akkor így ezáltal egyre több és több és több és több lesz a damage-ünk. Gyorsabban fogunk például lejárni az aljára. Jó, hát most megint nagyjából most értünk el magunktól, mármint egy kattingatás nélkül, meg minden nélkül oda, ahol az előző szinten voltam. Attól mentem lejjebb egy pár százzal, már addigra belassult. Ezek tényleg ennyire jók, ezek a játékok, hogy egy kicsit így el lehet velük kötni az időt. Meglátjuk, mit lehet belőle kihozni. Kíváncsi leszek, hogy mennyibe fog kerülni amúgy a teljes játék. Tehát amikor kijön, hogy mennyiért akarja a fejlesztő ezt eladni. Most nem akarok bunkó lenni, de 2-3 dollárnál többet alapból nem ér. Mert mobilon reklám nézegetéssel ingyen meg tudod ugyanezt szerezni, ráadásul kiért a második, harmadik része is a hasonló játéknak. Tehát, hogy ez egy ilyen eléggé... Nem tudom, hogy mondjam, ilyen szürke zóna ez a játék, mert ha túl drágán akarja adni a fejlesztő, akkor feleslegesen fejleszti. Ha olcsón adja, de amúgy menet közben fizetni kell a játékban lévő dolgokért, akkor megint olyan, hogy akkor miért nem adott ki mobilra? Miért kellett ebből csinálni egy számítógépes játékot?
Teljesen, tehát azért kicsit így kíváncsian nézem azt, hogy hová fejlődik ez az egész. Mert maga a koncepció jó. Én ezzel a játékkal mondom, tehát a mobilon, a másik fajta játékkal azért jó pár estét elszórakozgattam. De ez tényleg csak arra jó a mobilon is, hogy leülsz, játszol egy pár órát, még annyit se, játszol egy kicsit, elütöd vele az időt, míg bezsibbadsz teljesen, és akkor utána mész tovább. De most még nem akarok aludni, tehát, hogy na. Na jól van, találkozunk a következő részben. Bármilyen játék is jön ki addig menet közben. Úgyhogy addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok, szóljatok hozzá, gyertek Discordra, és találkozunk a következő részben. Még úgy kétszer mondjam el, hogy találkozunk a következő részben. Sziasztok!